András Múzeum történeti gyűjteményének a szívében tartózkodunk most. Ez egy kutatóterem, ahová előzetes bejelentkezéssel nyilván kutatókat is tudunk fogadni. A történeti osztályon belül több gyűjteményt különböztethetünk meg. Az első, ami a legfontosabb, ez a helytörténeti gyűjtemény, amely mellett még a történeti dokumentumok gyűjteményét tudom megemlíteni, ahol most éppen vagyunk, a hátam mögött is ennek a gyűjteménynek a tárolási egységei láthatók, ugye a történeti dokumentumoknak a dobozai. Ezen kívül még a történeti gyűjteményhez tartozik a képzőművészeti gyűjtemény és az iparművészeti gyűjtemény, és ezen felül még a numizmatikai gyűjteménye is a múzeumnak. Még amit nagyon fontos és elfelejtettem mondani, az az irodalom történeti gyűjtemény, ami szintén a történeti osztály gyűjteményei közé tartozik. Azt a munkát végezzük, ami minden múzeológusnak a munkája, ugye a tárgyak kategorizálása, feldolgozása, leltárba vétele és bemutatása. Ezeket próbáljuk napról napra végezni itt a történeti osztályon. Nagyjából a kollégák között fel vannak osztva a gyűjtemények, és ezeken belül dolgozunk. A helytörténeti gyűjtemény az egyidős, nyilvánvalóan a múzeum alapításával, mert ugye tudjuk, hogy amikor József András megalapította a Szabolcs Vármegyei Múzeumot, akkor nem csak régészeti anyagokat gyűjtött kizárólag, hanem más típusú műtárgyakat is szeretett összegyűjteni a gyűjteményében. Ugye akkor még nem is Nyíregyházán volt először a múzeum, hanem majd később 1870-es években költözik a Szabolcs Vármegye székházába, ugye a megyeházába. Megyeházának egy több részes kialakított épület részébe, és ott alakította ki a múzeumnak a gyűjteményeit, ami persze még nem különült el annyira, mint manapság, tehát hogy a régészet, a néprajz és a történeti gyűjtemények, hanem nagyjából próbálta ugye kategorizálni, és nagyjából egy helyen tárolták a tárgyakat, ugye az akkori raktárban, és próbált kialakítani több és nagyobb helyeket, hogy minél több tárgyat tudjon bemutatni a nagy közönségnek. Szabolcs vármegye lakosai nagyon szerették a múzeumot. Ezt onnan is tudjuk, mert a korabeli leltárkönyvekből láthatjuk, hogy nagyon sok mindent adományoztak József Andrásnak és a múzeumnak. És ebből már jól láthatjuk, hogy a múzeum alapítása után 10-15 évvel is már nem csak régészeti tárgyakat hoztak be, hanem régi pénzeket, a 48-as, 49-es szabadságharchoz kapcsolódó tárgyakat, aztán később az első világháborúhoz kapcsolódó tárgyakat, és ezekből a tárgy együttesekből alakulnak meg később ugye ezek a különálló gyűjtemények, amikről beszéltem. De nyilvánvalóan a második világháború végén ugye megsínylett a múzeumnak, már az akkor összegyűjtött anyagai megsínylették a háborúnak a következményeit, és az a rendszer, ami most nagyjából most fent áll, az inkább a második világháború után alakul ki. Műtárgyak múzeumba adományozása manapság is elfogadott dolog, és szeretném is megragadni az alkalmat, hogy buzdítsam arra a nézőket, hogy ha otthon olyan tárgyaik vannak, családhoz kapcsolódó, vagy bármilyen régi tárgy, és nem szeretnék kidobni, akkor a múzeum szívesen fogadja. Itt az előttem látható fotóalbum és annak fotó is nemrég kerültek a múzeumba ajándékozással, és éppen az a munka folyik itt ezzel a fotóalbummal kapcsolatban, hogy próbáljuk a személyeket és a családot beazonosítani. Ugye tudni kell, hogy Nyíregyházán a 1870-es, 80-as évektől kezdve több fotós és fotóműhely is dolgozott a városunkban, és ugye ezeken a
fotókon, vagy alul, vagy a hátulján fel is tüntetik általában a székhelyüket és a nevüket, és ezek egy jó támpontot nyújtanak a város történetének a feldolgozásában. A fotók és a fotóalbum azonosítása során megpróbáljuk megállapítani, hogy kiket ábrázolnak a fotók. Ez nem könnyű feladat, és miután ez a feldolgozás megtörtént, akkor a restaurátorokkal egyeztetve megbeszéljük azokat a restaurátori munkákat, amiket el kell esetleg végezni ezeken a fotókon és az albumon, és nyilván utána kerül leltározásra, és kerülnek a raktári egységekbe ezek a tárgyak. Amit erről az albumról lehet tudni, egy fotón látható név, ez a két gyermek mellett. Ez valószínűleg a Benczúr Gyulának a közeli hozzátartozói, valószínűleg a testvérének a két lánya látható a képen, Elza és Helen. És az az érdekessége a képnek, hogy ez New Yorkban készült. Maga az albumnak a kiképzése, ugye a 19. század második feléről beszélünk, ugye az akkoriban elterjedt fotóformátum, ugye ez a kisebb fotóformátum volt elterjedve, és kemény kartonra ragasztották fel mindig az előhívott fotókat, és ezeket a képeket itt a kis nyíláson csúsztatták be mindig az adott oldalra, és úgy alkották a fotóalbumnak a képeit, és hát ugye ez már inkább a későbbi évekre mutat, inkább a 80-as évekre a fotóalbum, ugye, amikor már elkezdenek jobban elterjedni a nagyobb formátumú képek is, ahová például ezeket a nagyokat lehetett elhelyezni. A József András Múzeum történeti osztályának gyűjteményeiben őrzünk néhány nagyon régi okiratot is, vagy dokumentumot. Ez az pár közül az egyik. Ez, hogyha közelebbről megnézzük a címert, ugye a címerben látható egy 1564-es felirat, tehát az első Ferdinánd idejében kiadott nemesi oklevél, és ez a Balog családnak a nemesi oklevele. Latin nyelven íródott, és általában pergamenre vitték fel az írást, és ugye az uralkodó, vagy a kiállítónak az aláírása ugye a hajtás alatt látható. Az érdekesség, ugye itt például az esztergomi érseknek az aláírása látható, és hogyha az ember elolvassa, vagy megpróbálja elolvasni, akkor itt megtalálhatja az évszámot is, a kiállítás évszámát. Ezt Bécsben, Ausztriában állították ki, és július 22-én, és 1653 egyébként maga az oklevélen, és valószínűleg azért van egy évvel későbbi felirat itt a címerben, egy évvel későbbi felirat, mert először elkészítették magát a nemesi oklevelet, és ezeket a felfestett szép címereket, ezt megrendelésre készítették el az akkori művészek, és valószínűleg csak egy évvel később tudták ezt elkészíteni, és ez lehet a magyarázata. Ami érdekes, hogy sok oklevélen, de ezt a levéltárokból is tudjuk, maga a pecsét nagyon ritkán maradt meg, ugyanis az évek során vagy leszakadt, és anélkül tette el a család, vagy még tudunk egy olyan dolgot is, hogy a II. Világháború alatt az orosz katonák szerették a csizmájukat ezekkel a pecsétekkel tisztítani, és ezért is nagy szívfájdalom, hogy sok ilyen híratnak eltűnt a pecsétje. A történeti osztály gyűjteményeiben a dokumentumok és papír alapú tárgyak mellett más tárgyakat is őrzünk. Többek között nálunk található Szabolcs vármegye hóhérpallosa is. Az itt kikészített ruhadarab egy II. Világháborús páncélos katonának a zubbonya,
amely egy speciális ruhadarab, ugyanis a kiképzése, előről láthatjuk, hogy bőrből készült. Ez inkább, leginkább azért, mert ugye a páncélosok, akik kibe másztak a páncélosnak a kis szűk járatain, ugye így annyira nem használódott el a ruhájuk, és a jobban melegen is tartotta őket. A helytörténeti gyűjtemény egyenruha részlegén állunk, és az egyenruhákhoz tartozó kiegészítőket láthatjuk itt, éppen azokat a fejfedőket, amelyek kötődtek azokhoz az egyenruhákhoz, amelyeket egy kicsit arrébb tárolunk. Néhány érdekességet tudok itt bemutatni. Az első, az egy nemezből készült két világháború közti sisak. Ez a frontharcos mozgalom, amely az első világháború után jött létre, annak az egyenruhájának a nemez díszelgő sisakja. És az egyenruha gyűjteményünk egyik fő ékességét tartom most a kezemben. Ez egy 1848-as vörös sipka, amelyből nagyon kevés maradt fent mára. És ez is a József András Múzeum egyik féltett kincse. A fejfedők között még egy ritka darabot szeretnék bemutatni. Ez egy első világháborús komór csákó, vagyis egy csákó boríték, amely az időjárás viszontagságaitól védte meg a katonáknak a csákóját, és ez is egy elég ritka darab, amely azt hiszem bőrből vartak, és pontosan akkora alakú volt, mint maga a csákó. A helytörténeti gyűjteményben a első világháborútól kezdve találhatók fegyverek, hidegfegyverek és tűzfegyverek is. Az itt kezemben látható fegyver egy második világháborús szovjet géppisztoly, ez egy PPS 41-es típusú dobtáros fegyver, természetesen hatástalanítva. Magát a fegyvert már több kiállításon is bemutattuk. Néhány évvel ezelőtt konkrétan a géppisztolyos kiállításban láthatták a látogatók. Amit tudni kell róla, hogy mivel géppisztoly, ezért azért is nevezik géppisztolynak, mert pisztoly lőszerrel tüzelt, és itt az elől, itt alul látható dobtárban elhelyezett, azt hiszem, hogy 72 darab lőszerrel lehetett lőni, és elég nagy tűzgyorsasága volt. És ami még érdekessége, hogy súlyzáras volt a fegyver, tehát a téli nagy hidegben is tudott működni, ellentétben a német gázzal működő fegyverekkel szemben. És azt tudjátok, hogy milyen a láncos golyó? A gyűjteményükben több darab is található. Ez a 16.-17. században alkalmazott fegyver volt, amit az ágyúcsőbe töltöttek be, az előtöltős ágyúcsőbe, és kilövés után ez a golyó ketté nyílt, és a megcélzott sorokat bontotta meg, ugye az emberekre gondolok. És azt lehet tudni, hogy 1594-ben Esztergom ostrománál Balassi Bálint is egy ilyen golyótól sérült meg, és nem sokára ezután elhalálozott.